Sziasztok! Bemutatok nektek egy videót, amelyik alapján tud keresni az interneten. Van itt ez a Boldmines, én már egy hete csinálom, mert körülbelül olyan 100 rubert keresek, orosz rubert naponta. És ez napon napról napra mindig csak tűnt. Na, miből is áll ez az egész? Na, van egy ilyen regisztráció, ide megadunk egy e-mail címet. Beírjuk a azonosítókódot. Na, akkor következő a adunk egy felhasználó nevet, jelszót. Nekem már minden készen van, de most megmutatom nektek, hogy működik. Valahogy itt nem sikerül, mert nekem már megvan. Tessék, itt van. Na, felkapjátok. Felhasználó név, profil, beállítások. Én nekem orosz nyelven van, ha tudjátok magyarra állítani, akkor magyarra. Na nézzük, miből áll a munka. Hát itten, most ahogy lássátok, nem tudom, hogy látszik-e, most is van nekem 4385,76. Na hát ez nem azt jelenti, hogy 4385 rubel, hanem ez csak 43 rubel 85 rubel. Na hát erre itt mutassa, hogy van még ennyi pontom. Ezekből a pontokból tudok vásárolni itten például, amivel pénzt tudok keresni, manókot. Na. Ezek a manok gyűjtögetnek, és a végén van egy ilyen, hogy raktár. Itt már meg is tudom mutatni. Na, ennyit gyűjtöttek nekem ma. Hát egy olyan körülbelül 6 óra alatt. Mivel, hogy reggel kiürítettem mindent. Nézzük csak tovább. És akkor becseréljük, eladjuk. Eladjuk, megerősítjük, és akkor itt már mutassa is. Már 56 rubel 34 kopek. Ez csupán egy pár óra alatt. És van 7972 ponton. Ezt a pontot gyorsan meg is kell forgatni. Veszünk egy ilyen manót, törtét. Na, ahogy megmutassam, hogy is lehet ezzel pénzt keresni, hát ennyi volt. Megmutatom, hogyan tudjuk levenni a pénzt. Itt van, kifizetés, rákattintunk. De ahhoz, hogy le tudjuk venni a pénzt, nyitni kell egy internetes pályérszámlát online bankfiókba. Itt láthatjátok már, én naponta többször is leveszem. Összegyűl valamennyi, akkor le is veszem. Nyitok egy pályaszámlát, na, én nekem már meg is van nyitva, itt van. Láthatom, most is van rajta 589 rubel, 56 kopek. Na, akkor most erre átutaljuk azt, amit ma megkerestünk. Azt mondja, hogy akkor 56 rubel 34 kopek, megrendelés a kifizetés,
és számlámon már nulla van, és megnézzük a zárótalást. Így frissítünk egyet, és íme, itt már meg is érkezett, 56 rubel 34 kopek. És mivel, hogy 580 valamennyi volt, most már van 645 rubel. Na, innen erről az online számláról, innen már onnan hova tudom utalni a pénzt, ahol már csak én akarom. Ne felejtjétek, ez rubelbe van. Nyugodtan indulhatsz, dolgozhattok. Egy hete csinálom, és már is megmondom nektek, mennyit kerestem itt a profilért. Egy hete csinálom, és 741 rubelt kerestem. Igaz, nem nulláról indultam, mert a harmadik napon már belefektettem 2000 rubelt, így hát még nem egész egy hete, hogy jönnek a bevételek, és már majdnem vissza is jött. Durván számolva egy hónapba tripláját is visszakeresem azt, amit idáig belefektettem. Hát ha valami érdekességet még találok, jelentkezett, sziasztok!